444-et olvasni tilos. Aj, nem ezt akartam, én azt akartam mondani, hogy díjat kapott a 444. Megneveljük az anyósodat. Sarka Katáék filmeznek. Jó, van ez így. Boldog napszakot kívánok mindenkinek. Sikerült kimondani. Sziasztok. Sziasztok, hello. Szerda van. Szerda? Az csak egyet jelent? Kerca Szomor, lenyúlták Szomor nevét. Ez nem egy testvérfalutok. Szavaztok, Kerca Szomoriak. Néztem, mi van itt a határ közelében. Öreg Kerca Szomor, nincs is jobb. Szomoróci tanösvény is van ott, szóval van biofarm. Van itt minden, az a Kerca Szomor, az nyomja. Van mellettük egy tó, panziók. Ez biztos nagyon szép környezete van ennek a helynek, nem? Az őrség amúgy az elég jó. Igen, az őrség alatt van. Amúgy az őrség az annyira érdekes számomra, hogy nem tűnik olyan messzinek mondjuk Budapestről, közben nagyon sok idő autóval az őrség. Indokolatlanul sok idő. Gondolom azért, mert nincsenek rendes utak. Nem, bár most már, hogy a Szombathelyig eljutsz ugye az autóúton, csak az is egy kicsit éjszakról kerül. Na jó, figyelj, azt mondja, Kerca Szomor a legbátrabb község. A legbátrabb. Ezt írja Kerca Szomor. A történelmi őrséghez tartozó Kerca és Szomoróc 42-es egyesítésével jött létre a mai település. Mindkét falu lakói az első királyaink által az országhatár védelmével megbízott őrök utódai. Ezt a hagyományt még a 20. században is őrizték, egyedül a Kárpát-medence községei közül fegyverrel szálltak szembe a betolakodókkal. Bátor tettüket az országgyűlés törvénybe iktatta a településnek a Communitas Fortissima, a legbátrabb község címet adományozta. Hú, ez akkor tényleg hivatalos. És ott a címerük is. Figyelj, ez korrekt. Ezt azt mondom, ez menő. Ez amúgy, úgy érzem, hogy több a történelem, mint amit hirtelen most itt, amire rátapintottunk. Na szóval üdv mindenkinek, hogyha valaki van onnan, 1920-as. Jelezze a komment mezőbe, hogy milyen ott az élet. A rohadt labancok ellen fogtak fegyvert. 2011-ben itt mérték az ország legmagasabb éves csapadék összegét, amely 756 millió. Volt. Ezek a milliméterekes esetek, mit kezdeni amúgy? Hogy ez mennyi eső? Fogalmas. Az kurva sok eső. Az volt a legtöbb. Az sok, azt gondolom, hogy sok, az soknak tűnik, de hogy így alapvetően, hogy így amikor milliméterbe adják meg az esőt, így fog esni 5 milliméteres eső. Az sok. Hát az már nem kevés. Vannak amúgy híreink is. Anglia borzalmas meccsen játszott 0-0-át Szlovéniával. Nincs róla mit írni. Ezt írja a 4-4-4. Ez gyakorlatilag amúgy. Anglia csoportgyőztes lett 3 meccsen 2-1-es gól különbséggel. Szlovénia tovább jutott. Magyarország egyelőre nem jutott tovább. Így állunk szerda reggel. Azért, mert azt mondta, hogy úgy várta, hogy angolok nyerjenek, akkor tovább jutunk, de azt mondta, hogy na jó, semmit érek, faszt ki van. Jó, ez korrekt, ez így van. De a 444 kapott egy kitüntetést, és nem ezért a cikkért. Oroszországban betiltották a 444-et. Most valaki biztos azért a bedefélék tapsolnak, hogy ez ott még ott van normalitás, meg minden, de azért újságokat így betiltani az... Hát ez egy érdekes dolog. Én inkább azon csodálkozok, hogy eddig el lehetett érni. Igen, amúgy, ahogy elkezdődött a háború, ugye akkor hirtelen belettek tiltva több nyugati propaganda Oroszországban, és nálunk is belettek tiltva orosz propagandát. Ami, hogyha belgondoltak végül is... Kivel az Origó? Hát maradtak még. Nyilván a 444 is elérhető volt Oroszországban. Valószínűleg gyakrabban veszi át a 444 a brit meg az amerikai hírszerzés által közölt híreket, mint az oroszokét. De amúgy mondjuk nyugaton talán nem lett minden betiltva, azért az EU-ban egy-két dolgot azért ledaráltak, de nyilván az ukránoknál meggondolom az összes ilyen orosz propaganda oldalt betiltották, mivel a háborúnak ez sajátja, hogy a kommunikációt is azért próbálják korlátozni a felek. De most ez csak a szankciós csomagra válaszkép történt, nem? Tehát ez inkább egy ilyen... Hát akkor az orosz, hát a 444-nek a legnagyobb lába az volt az oroszországi magyar orvosói. Gondolom. Amúgy biztos volt egy-kettő. Lehet, hogy volt. De valószínűleg, aki még Oroszországban van, már felkészült arra, hogy ilyenek lehetségesek. Lehet, hogy már a VPN-t ezt feltelepítették. Ezt akartam kérdezni, ugye? Én is, hogy nem talált egy VPN-t. Valószínűleg tényleg ott nem fog senkit meglepni. Ugye a VPN-ek az múltkor nagyon meglepett, hogy a Norbi most utazgat, majd jön belőle vlog, és hogy van olyan ország, ahol mindenki használja. Mert hogy
nem olyan szabad ott az internet, és gyakorlatilag a legutolsó öreg asszonynak is VPN van a telefonján, hogy elérhesse a honlapokat, meg az appokat. Szóval mindig így Magyarországról egyel kevesebb embernél látsz VPN-et, és akkor gondolkozol, hogy mégis hogy van ennyi, de aztán rájössz, hogy komplett országok vannak, amik az egész ország használja, ahol sokkal többen laknak, mint Magyarországon, akkor rájössz, hogy ez tényleg az egy világméretű dolog, hogy nem több száz millió felhasználója van ezeknek. Nagyon sok országban, ahol akár nem is borzalmas elnyomásban élnek az emberek, és muszáj VPN-t használniuk, mert egyszerűen a kultúra az olyan, hogy bizonyos tartalmak azok le vannak tiltva elég erősen. Ja. Volt olyan ország, amire azt mondta, de gondolom, hogy mesél videóban, nem, most nem mondom melyik, mert most nem tudom pontosan, de hogy ott még VPN-t sem lehetett használni. Ez egyáltalán, szóval, hogy egy VPN volt, amit elméletileg néha behoz valamit, de hogy így kompletten nincs internet kb. És azt mondta, hogy azért van annyi VPN, mert hogy az ismerteket már tiltják. Azok már nem vannak korlátozva, és akkor mindig új és új jön elő. Na de, szerintem ez egy nagy elismerés a 444-nek, hogy letiltották az oroszok. Én valahol azt mondom, hogy nem egy világvége a 444-nek, de ez egy munkájuk egy elismerése. Főleg úgy, hogy azért elég nívós lapokat tiltottak le még így Európa szerte. Figyelj! 444 itt van. Spiegel, Zeit, azt még talán ti is hallottatok már, Irish Times, Independent. Figyelj, vannak itt nívós dolgok, sok mindent letért. Rai. Ez milyen ország? Most föl kéne ismernem. Francia. Ez francia. Mert pont FR. Ja jó, én meg csak ezt nézem, hogy... Ja nem, az abból... Tudsz oroszul? Igen, most derül ki. Igen, hát jó sokat. Jártam oroszra az egyetemen, és... aztán megláttam az ABC-t, és a második órára már nem jöttem el. Pedig látod, lehet, hogy most nagyon hasznos lenne. Szerintem kormányzati körökben lehet hasznos lett volna ez a tudás. De szerintem mindenkinek nagyon hasznos megtanulni oroszul. Ez szerintem nincs olyan nyelv, amit nem hasznos megtanulni. Vagy legalábbis vannak biztosan olyan nyelvek, ugye van például, amit három öreg ember beszél valahol Afrikában, azt nem biztos, hogy azt a leghasznosabb. Amilyen... Igen. Én ilyen nyelvet akarok megtanulni, amit csak ilyen... Nincs ilyen nyelv. Csak ilyen nagyon fura hangokat kell kérni. Ami Star Wars. Ez a Last of Us-ban azok a gomba emberek nyelve. Tényleg, klikker, meg tudok klikkerül. Ami ez korrekt lenne. Az valószínűleg hasznos, hogyha a zombikkal tudsz beszélgetni zombi apokalipszisben. De hát nincsenek haszontalan nyelvek. Van, aki klingonul tud, szóval... Annál már csak az esperanto felesleges. Én megvédem a kockákat bármikor szívesen, mert attól, hogy valaki játszik, attól, hogy valakinek van egy jó hobbija. Van egy pont, amitől már nehéz védeni ezeket, hogy arra szánja az idejét, hogy megtanul a klingonul. Ott már azt érzem, hogy na jó, ezt már tényleg nehéz védeni. Itt már lehet, hogy lehetett volna hasznosabban eltölteni ezt az időt. Hogyha sokan tudnak klingonul, akkor lesz értelme. Szóval lehet, hogy akkor egy pionír volt az ember. Mert lehet, hogy majd lesz olyan világ, amikor nagyon jól fog jönni, hogy klingonul tudnak beszélni, senki más nem érti őket. Dak neb ach penny. Kokme. Miért beszéltek klingonul? Nehezen látom, hogy mikor lesz hasznos ez a klingon nyelv. Hát lehet, hogy egyszer az lesz, amikor alapítanak egy új felső 10 000-re. Valamire biztos jól lehet egy nyelv, amit nem tudom. Az első marsi kolónián már hivatalosan a klingon lesz. Nem tudom, én hogyha most megtanulhatnék még egy nyelvet, én a spanyolt tanulnám meg, mert az elég sok helyen beszélik, elég sok országban megértetted magad, és amúgy tetszik maga a nyelv. Valószínűleg meg lehet csinálni majd a YouTube-on ezt is, hogy automatán generálja a szinkront, és lehet, hogy ott lesz a klingon is. Ez jó lenne, egy jól menzik klingonul. És akkor majd az ember visszajön ide 10 év múlva, és átkapcsolja ennél a videónál klingonra, és majd kacarászik. Mondjuk nem fogja érteni, de... Lehet, hogy én már igen. Fogja. Mi történt még? Mert oké, betiltották a 444-et Oroszországban. Mit kezdenek most így a szabad sajtóval Magyarországon? Ugye tegnap már mi is beszámoltunk, hogy minekünk milyen élményeink vannak és lesznek majd. Ha már szuverenitásvédelmi hivatal, megvannak az első célpontjai, és micsoda meglepetés, a Transparency International és az átlátszó. Pont nekik a munkásságokat talán úgy foglalnám össze, hogy próbálnak a korrupció ellen tenni, nyilvánosságra hozni dolgokat, hát szerződést meg ilyeneket nyilvánosságra hozni. Ugye az átlátszó volt, aki például a Lomkorona sétányt is ők nyomatták annó, de hogy nekik nagyon fontos a munkájuk mindkettő szervezetnek. Milyen érdekes, hogy pont a
korrupció kutató helyek. Az első célpont egy szuverenitás védelmi hivatalnál, szóval pont ez a kettő amúgy jó nevű, és minden szerintem azért megbecsült sajtóorgánum, vagy nem tudom, hogy az első sajtóorgánum. Én tegnap gondolkodtam ezen, Ádám, és én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen teljesen leuralt és rosszabb időket idéző közéletet akarna bárki megcsinálni, vagy elérni. Én el tudom a kormányzatból. Én nem bajom. Mert azt csinálják már 10 éve. Igen, de bizonyos határokon belül. Tehát nem fognak valakit börtönbe zárni. Pont az a azért lényeg, hogy minden évben kicsit kijebb tolják azokat a határokat. Szépen lassan. Egyetértek, csak én lehet, hogy csak nem vagyok hajlandó látni ezt, de én nem tudom elképzelni, hogy egy orosz típusú rendszer legyen itt Magyarországon, hogy odáig eljussunk. Lehet, hogy csak reménykedek. Én el tudom, hogy afelé megyünk, Végter is afelé megyünk. Hát afelé, mert az ellenkezőjéből indultunk most. Én el tudom elképzelni, igen. És olyan érdekes, hogy ezek az emberek, akik annó Oroszország ellen lázadtak, ugye, Orbánék, szép lassan megcsinálják ugyanazt. Tudom, nehéz így, amikor benne vagy napról napra látni, hogy felnő, ugye egy gyerek mondjuk, nem látod. Jaj, de nagyot nő. Csak megnézed a régi csak képet. Csak hogyha mondjuk hirtelen az Orbán egy kívülről szemlélni, vagy valaki, aki Fideszben volt, elment külföldre, és most visszajön, bazen nem, ez ellen lázadtunk annó, és most ugyanazt megcsináljátok. Csak így belülről, napról napra lehet, hogy nem látja az ember, de hogy így, hogy ez elképesztő, hogy gyakorlatilag most elkezdték a szabad sajtót vegzálni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert nyilván nehéz lesz fogást találni ezeken a szervezeteken, mert valószínűleg ezek azért sokkal átláthatóbban és korrektebben működnek, mint a legtöbb kormányzati dolog. És még ha nem akarnának, még hogyha tényleg a legrosszabb szándékot feltételezzük az átlátszónál például, valószínűleg már csak azért is figyelnek erre extrán mindenre, mert tudják, hogy ilyen ellenőrzések bármikor jöhetnek, bármikor bármit rájuk húzhatnak, szóval szerintem így 14. évben itt a Orbán rendszerben nem fognak kockáztatni semmivel. Hogy börtönbe zárjanak újságírókat, és ezzel maguk. Nem az Orbánék nem fognak kockáztatni, hanem ezek, akiket vizsgálnak. Itt ja. Nyilván itt nem fognak találni ilyen shady dolgokat, mert direkt ez gyakorlatilag kihívnák maguk ellen a sorsot, szóval valószínűleg itt tényleg figyelnek extra ezekre a dolgokra, mert főleg úgy, hogy érted, a korrupcióval foglalkozol, persze láttuk már ilyen dolgokat, hogy attól még ugyanúgy lehetnek korruptak, de valószínűleg azért itt készültek arra, hogy itt kívül belül lesz egy végbéltükrözés. És tegyük hozzá, hogy az Európai Unió tagjaként, a NATO-ban NATO tagjaként a saját szövetségi rendszerünkből érkező pályázati források megnyerése, nem tudom, hogy hogyan, tehát itt semmi törvénytelen nincsen benne. Nem. Ez teljesen legális Magyarországon. Nyilván a pártoknál láthattunk ugye furcsaságokat, amikor valaki egymás utáni sorozatszámú 50 eurós címletekben adott párttámogatást, vagy nagyon sok egyedi adakozó, az ugye az a 10 ember összedobta a 4 milliárd forintot a pártoknak. Nem mondom, hogy nincsenek furcsaságok, de az, hogy az átlátszó, meg a transzparenci mit csinál, az egy egész más dolog. Én nem látom még mindig, hogy például ezek a vizsgálatok tovább folytak volna az ellenzéki pártok ellen. A régi ellenzék, akik ugye a rendszernek a saját ellenzékének is tekintik sokan, ezek ellen ahogy ezek az eljárások, ezek úgy tűnik, hogy túl sok újdonságot már nem hozta. Nem hallunk róla, nincsenek intézkedések ellen. Cserébe itt van Transparency International, meg az átlátszó, és hát ő nekik meg be kell szolgáltatniuk információkat. De amúgy az is érdekes, hogy az Európai Bizottság május 23-án küldte el indoklásra ellátott véleményét a kormánynak, ebben 2 hónapot adott a válaszadásra és a szükséges intézkedések meghozatalára, miszerint az Európai Bizottság álláspontja is, hogy ez a szuverenitásvédelmi hivatalnak a jelenlegi formája az ellentétes a magyar alaptörvénnyel és az Európai Unió alapvető értékeivel. Szóval valószínűleg még itt a szuverenitásvédelmi hivatalon is majd csiszolni fog még a kormányzat, mert úgy tűnik, hogy az EU-nak is vannak ellenvetései, és lehet, hogy az Alkotmánybíróságnak is még lesz hozzá szóval. Hát, lehet, hogy neki nem, de itt van Lánci Tamás, aki ugye vezeti ezt az egészet. Itt írja, hogy nevén kell nevezni azokat a szereplőket, akik dezinformálnak és alássák a magyar szuverenitást. Ezzel segítünk a tisztánlátásban, és járulunk hozzá a magyar nyilvánosság egészséges működéséhez. Mondják, miután ugye elkezdték nagyon kikutatni az átlátszót, akik, amit nem tudom, lehetne nevén nevezni a dezinformációt, de hogy amikor
azért átlátszó lebuktat egy korrupt egy korrupciót, ember. Akkor még ők is elismerik, hogy olyan. És itt hogy ez ettől féltjük a szuverenitásunkat, hogy lebuknak a haverok, de érdekes, az Origóval nincs gond, aki meg konkrétan az orosz propagandát nyomatja, ott nem érzik a szuverenitás sérülését, hogy orosz propagandát nyomat az Origó. Meg a riposzt a karaktergyilkosságaival, ahol bebizonyosodik, hogy hazudnak a tények karaktergyilkos hazugságaival, miután 2 órán át olvashatja be a helyreigazítást, a dezinformáció. Ja, ez jó videó. Jó. Amúgy azt nem hittem el, hogy ez Juhász Péternél van egy videó, ahol 2 órán keresztül nézi, hogy a helyreigazításokat mondják. Valótlanul híresztelte, hogy... Tehát ez szürreális, hogy ilyen létezik itthon. Az átlátszó azért, tehát összességében azt látjuk, hogy tényekre alapuló információkat hoz le. Nem gyárt mindenféle sületlenséget, nem dezinformál, hanem sokkal inkább feltár, tényfeltár. Szóval pont az átlátszónál találni ezt meg. Szerintem vannak olyan oldalak, ahol például lehetne vizsgálódni a dezinformációval kapcsolatban, mint az orosz hírek, a nyugati fény, az amerikai népszava. Nem, ezeknél lehet, hogy vannak elég elfogult véleménycikkek is akár, amik olyan dolgokat állítanak be tényeknek, amik valójában csak vélemények. De az átlátszó, mi lesz a következő? A K-monitor? Nagyon érdekel, hogy mit fog még csinálni a szuverenitásvédelmi hivatal, hogy végigvágzálja az összes független médiát, és akkor meg az ilyen emberek ugye mindenkit felnyomhatnak náluk, mint minket is. De ezt én továbbra se gondolom, hogy egy hivatal így működik, hogy majd valaki ír egy e-mailt, és akkor ő meg odaszalad és kivizsgál. Amúgy meg a szuverenitásvédelmi hivatal bekért papírokat, és azt átvizsgálja, és akkor utána tud tenni egy jelentést, nem? Nem a rendőrség, nem az ügyészség. Ja, mert egy csomó bekéri... hatásköre nincs is a szuverenitásvédelmi hivatalnak, szóval nem kérhetnek számon meg. Az a probléma, hogy nem lehet ugye fellebbezni, meg jogorvoslattal élni az ellen, amit ők mondanak. Cserébe viszont, tehát nyilván ők is csak tényekre alapozva hozhatnak. Igen, csak most mi a tények, hogy azt mondja, hogy befolyásolja, de ez most bármire rámondhatja. Hát de most igen, odaírják, hogy elfogadott az átlátszó, nem, x millió forint külföldről érkező pénzt. Igen. Igen. Ezt ide lehet. Ezért cserébe lebuktatott egy korrupt ember. De szerintem az, hogy ezért cserébe, az már például elég nehéz. De hát, hogy ők ezt mondják, és ezért cserébe, és akkor ez szuverenitást, nem tudom, támadja, hogy le van buktatva a korrupciója, mert nem hát tudom. A szuverenitásvédelmi hivatal lehet, hogy mondhatja ezt, attól még ez nem biztos, hogy igaz lesz. Tehát nyilván a magyar titkosszolgálatoknak sokkal több információja van ezekről. A magyar titkosszolgálatok valószínűleg figyelik is az összes ilyen közhangulat befolyására alkalmas orgánumot. Minket is? Hát, Sevasztok! A tüntetésnél valószínűleg azért csak nyitottak már egy ilyen... Jól van, ez egy mappát. Igen, ráírták, ezt bedobták a sarokba, ott pókhálósodik. Na mindegy, hát menjünk tovább, mert örökre el tudunk időzni ezeken. Nemzeti anyatejbankot akar a kormány. Igen, és ez a hír amúgy érdekesen hangzik, de valójában eddig is volt TB-re felírható a ingyenes anyatej, annak, akinek szüksége volt rá, csak az elmúlt 10-15 évben egyre kevesebb anyatejet adtak. Úgyhogy itt szerintem nem az is... Az anyatej is olyan, mint a... Mint a vér. Nem, mint a vérplazma, hogy így hogy adsz, és akkor fizetnek valamennyit. Mert gondolom, csak úgy hobbiból nem adnak az emberek anyatejet, nem? Igen, ilyen pontból közel van a vérplazmához, mint a vérhez. Jelenleg 3500 forintot fizet az állam egy liter anyatejért. Egy literért? Igen, de ezt most majd fölemelik 5400 forintra. Azért egy liter az sok. Hát jó, de 3400 forint is sok. Nem tudom. Attól függ, mire akarod. Valakinek valaki sok. Ebből csinál kiegészítését, hogy már mondjuk már gyereke felnőtt, de nem, még mindig fejj az anyatejét, és akkor ez bejár. Hát valaki még kiad. Nem hiszem, hogy túl sokan élnek ebből állnál. Nem azt mondom, hogy ilyenek, mondom, kiegészítésként. Hát valaki, nyilván akinek épp gyereke van, annak általában inkább a gyereke eszi meg. Aki meg leadja, az valamiért már nem kell otthon annyira. Szerint. Hát vagy több van neki. Hát több van, de azért annyival több, hogy litereket adjon, az nagyon sok amúgy. Vagy lehet, hogy az van, hogy összegyűjt és egybe beviszi egy ilyen nagy kannába. Igen.
Szóval tavaly összesen 43 millió forintot fizettek ki kismamáknak, ez 11 éve még csak nem 161 millió volt. Úgyhogy nagyon visszaesett tejadás. Vannak országrészek, ahol be sem tudják gyűjteni az anyatejet, mert nincs erre alkalmas állomás, de több oka is lehet, miért csökken folyamatosan a tejekre adók száma. Sok a tévhit a vizsgálatokról, és hiányzik a szolidaritás. Amúgy ez is egy olyan rendszer, amiről nem beszélünk sokat, az nem nagyon jut az ember eszébe. A gyerekek száma is csökken a születések, szóval ezzel meg nyilvánvaló volt, hogy csökken majd az anyatej adó De nem száma. Ennyivel, nem a negyedére csökkent, hanem mondjuk jó. 20%-kal csökkent. De hát akkor az még csökkenés, igen. Persze, az se emeli. De nem is, nem annyira azért nincs ez kommunikálva, hogy ilyen egyáltalán egy csomó embernek eszébe sült, hogy ilyen lehet. Én nem vagyok meglepve, hogy én mondjuk nem sokat hallottam róla, te úgy, hogy már vannak azért gyerekek, úgy furcsálom, hogyha még nem hallottad. Én nem hallottam, hogy ezt így le lehet adni pénzért, nem. De hogy belegondoltam volna, akkor rájöttem volna, hogy igen, valószínűleg van ilyen, de hogy... Hát meg hogyha belekeveredtetek volna olyanból, hogy szükségetek van rá, akkor tudhattátok volna. De így nagyon sok mindenről az ellátórendszerek... Az a 40 milliót osztottak ki, az, ha leosszuk, azért az nem olyan sok. Szóval tényleg azért ez szerintem nagyon sokan nem tudnak róla. Ez 12 ezer liter anyatej. Az sok, így összességben. De így egész országnak már lehet, hogy... Úgy lehet az is, hogy fejlődtek a tápszerek, és akkor már van, akinek teljesen megfelel az. De hát úgy tűnik, hogy van erre szükség, és akkor úgy tűnik, hogy ebben viszont bővül is az ellátórendszer, amiről hát akkor, hogyha valamiben javul az ellátás, akkor mi beszámolunk róla. De amúgy tényleg, hogyha mondjuk nincs anyatejed, azt nem tudom, hogy van, akkor biztos kapsz támogatást, és most a tápszerre is jár, vagy csak anyatejet kapsz, vagy ha nincs elég anyatej, kapsz tápszerre, vagy a tápszerre azt írja valaki, hogy kevesebb jár. Ez is érdekes, mert nyilván azoknak kell igazán, akik vagy örökbe fogadnak, vagy valamiért nem nincs anyatejük, és akkor valószínűleg azoknak jár valami támogatás, és ez egy formája, de hát amúgy a vér se tudom, hogy most azzal hogy állunk, hogy most elég vért adnak a magyarok, vagy keveset. Szerintem sose lehet elég lehetne vért többet adni. Amúgy, igen. Ja, de amúgy nincs olyan nagy divatja, mint régen volt. Régen szerintem ez egy ilyen általános dolog volt, hogy pár havonta az ember elment vért adni. Igen, általános. Én láttam otthon szüleimnek ilyen véradó igazolványát, még emlékszem gyerekként, azok mindig fullon voltak. Igen. De amíg és nyilván az, hogy a gyárban mondjuk megvan szervező, hogy van véradás, és akkor elmennek az emberek vért adnak, azt utána hazamennek. Ez egy könnyebben megszervezhető dolog. Én szerintem utoljára talán az egyetemen adtam vért. Nem szokott úgy lenni véradás. De amúgy egészséges is néha vért adni, nem? Emeltileg. Nem non-stop, de néha egészséges. Meg is nézik legalább a véred, meg újra termelődik. Ja, szólnak, ha éces vagy. Ja. Hát ez igen, a régen a piócás ember, most meg a véradás. Ez biztos, hogy egészségesebb, mint a vérplazma rendszeres jelleggel. Jó, van ez így. Ez pedig egy érdekesség, amit nem tudom, hogy ti is észrevettetek-e. Nem is az a lényeg, hogy Rogán faluján milyen plakát van, vagy faluja felé vezető úton, hanem hogy az országban sok helyen milyen plakátok jelentek meg. Háborúval riogató Fidesz plakát helyére a hadsereg toborzó plakátja került. Na hát ez van egy irónia ebben, nem? Hát. Stop háború helyett az irányasereg.hu plakátjai vannak kint. Hát ez legalábbis, én nekem mindig furcsa amúgy itt a kormányzati kommunikációban ez a kettősség, hogy akkor a háború az a legrosszabb dolog, amit mindenképp el kell kerülni, ebbe egyetértünk. Én megértem ezt is, hogy fel kell készülni a háborúra, ugye, civis pacem parabellum, de hogy ezt valahogy mégis, amikor meg valaki más mondja, hogy hát fel kell készülni a háborúra, akkor rögtön háborúpártinak van bélyegezve, de közben a kormány is látja a szükségességét annak, hogy felkészüljünk a háborúra, és amúgy ráadásul ez a területvédelmi tartalékos rendszer, ez nagyon hasonlít arra is, ami Ukrajnában van. Ugye ott is ezzel egészítették ki a professzionális hadsereget, és egész hatékonyan is működött. Úgyhogy hát... Hát jó, ez érdekes, nyilván. De most tényleg, hát ez az új háborúk, ezek egészen mások. Nagyon sok információs háború megy a háttérben, ott vannak a drónok, hát és olyan területeken is használják, amire valószínűleg 5 évvel ezelőtt annyira sokan nem gondoltak volna. De most egy aktív háború nagyon sok mindent megmutat. És szerintem az nem rossz, hogyha készülünk arra, hogy
nehogy átmasírozzon rajtunk egy hadsereg. Meg nyilván úgy tudod, de úgy is lehet elkerülni a háborút, hogyha van valami... Azonnal megadod magad? Hát nem, az, hogyha erőd demonstrálsz, akkor lehet, hogy meg se támadnak. Ugye? Ja, igen. Amíg, hogyha az van, hogy mi Magyarországon mennyi van? Hát 3 katonánk van, és az egyik épp beteg, akkor lehet, hogy könnyebben elindulnak feléd. Szerintem inkább itt ez a kettősség van, hogy amikor kampány van, akkor bárki csak megemlíti a háborút, akkor a háborúpártiság van rá sütve, és utána meg ugyanúgy ők már így úgy látszik, hogy azért fontos, felavatnak hogy menjek. Egy hadiüzemet. Igen. Másnak. Hadiüzemet csinálnak, meg hívják az embereket a seregbe, miközben más csak azt mondja, hogy figyelj, itt valós lenne miről kommunikálni, akkor meg már az van, hogy akkor te háborúpárti vagy, és ezt valószínűleg az érzik ők is ennek a kettősséget, csak leszarják. Úgy érzem, hogy viszont nincsen annyira kidolgozva ez a toborzási rendszer sem, mint amennyire érdemes lenne. Én emlékszem, amikor volt ez a tartalékosi rendszer, én gondolkodtam rajta, hogy esetleg érdemes lenne elmenni tartalékosnak, megtanulod, hogy hogyan kell egy fegyvert kezelni, mit kell csinálni. Akár katasztrófa helyzetben, akár háború esetén, ezek azért hasznos skillek. Viszont az volt a gond ezzel, hogy kaptál valami kevés pénzt, ilyen éves rendelkezésre állási díjat, utána pedig fogtak is évente, vagy 2 évente egyszer lehívtak a határzárra ott járőrözni, meg áldogálni, meg üldögélni. Mikor? Mennyi időre? Hát egy hónapra talán. De hát ezt nem lehet egy munka mellett. Hát de, mert olyankor a munkáltatódat pedig kap valami, kompenzálják valami pénzzel. Ami szerintem nem a legjobb megoldás. Valószínűleg érdemesebb lenne ilyenkor kiképzésre vinni az embereket, meg fenntartani a szkíjeiket, de úgy tűnik, hogy sokkal inkább járőrözésre használták akkoriban ezeket a tartalékosokat, vagy hát legalábbis nekem ezt mesélték olyanok, akik voltak ezen. Az baj, hogy ez mint munkaadó is kitörölhetném a sengem a kompenzációjukkal. Elvisznek egy emberemet egy hónapra, akkor valakit föl kell vennem. Ha időben szólnak, érted, akkor keresni kell egy embert betanítani, és attól, hogy kompenzálnak, attól még az több, mint a pénz az, hogy valaki kiesik a munkából egy hónapra, és... Nem vagyok ebben biztos, hogy valaki állandóan az a számolsz, hogy őt bármikor elhívhatják, és kiesik egy-két hónapra munkából, az valószínűleg a munkavállalónak sem egy olyan dolog, ami segít azon, hogyha mondjuk tárgyalási pozícióban van, vagy hogy kit léptessenek elő, hogy itt van ez a két ember, mindkettő tök jól dolgozik, az egyik néha elviszik egy hónapra, másik meg megbízhatóan itt van mindig, akkor őt fogják előléptetni. Szóval ilyen szinten ez szerintem neki is egy hátrány, hogy bármikor elhurcolhatják, és akkor csodálkoznak, hogy nem jelentkeznek az emberek ebbe ilyen formában, mert hát az felnőtt embereknek van munkája, ahol nem lehet csak úgy elmenni egy hónapra. 2 hónapra. 2 hónapra? Még jobb. Okay. Ez a maximum, amire be lehet hívni, de biztosan sok embert jóval kevesebb időre hívni. Hát értem, de akkor is én, hogy ha munkáltatóként azt mondanám, hogy engem amúgy lehet, hogy 2 hónapra elvisznek a tartalékosnak, azt mondanám, köszönöm, hogy megosztottad, de azért ez nem fog segíteni a tárgyalási pozíciódban, az biztos. De hát értem, hogy kompenzálnak valamit, amit el tudok képzelni, hogy azért ne sokra nem mész volna. Viszont az szerintem nem lenne ördögtől való, hogy mondjuk mindenkinek egy hetet, ilyen alapvető kiképzésen el kellene tölteni egy évben, nem? Tehát az, hogy van, nagyjából tudjad, hogy miről van szó. De ami nagyon sok olyan dolog van, amiről érdemes lenne tudnunk, amiről nem túl sok tájékoztatást kap. Mondjuk az, hogy bármilyen katasztrófa esetén mit kell csinálni. Fölrobban az egyik vegyipari gyár, és akkor mit kell csinálni? Csak itt szól a sziréna, és akkor csukd be az ablakot. Mert kapunk tájékoztatást, csak nem fogjuk tudni elolvasni, mert vietnámiul lesz. Igen, meg azért meg kimarta a sav a szemünket. Szép ívőn fogunk végigmenni, egy érzelmi hullámvasútra készüljetek most föl. Nézzük, mi történt amúgy. Több helyről is hallhattátok a hírekből, hogy Bulgária megelőzte Magyarországot a fogyasztási rangsorban. Bulgária is előzött, Magyarország az utolsó helyre csúszott vissza az uniós fogyasztási rangsorban. Ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy most elértük azt, amit hosszú évek alatt együttes erővel dolgozott rajta a kormány, sokan dolgoztak azon is, hogy ezt megszavazzák újra és újra 2/3, de sikerült. Mi lettünk a legszegényebb ország Európában. Vagyis Európai Unióban, bocsánat, az Unióban. Mindenki, gratulálok! Mindenki fogja, rázzon kezet a mellette ülővel. Viszont van egy jó hírem.
Ennél lejjebb már nem csúszhatunk az unión belül. De mindig van lejjebb, Ádám, mindig van lejjebb, még a tavalyihoz, meg az ideihez képest, és ugye mindig lejjebb tudunk csúszni, hogyha úgy van. Valójában azért itt a portfólió emlékeztet arra, hogy ez azért nem ennyire egyértelmű, meg egyszerű, azért ez is egy mérőszám, amiben a tök utolsók vagyunk. És ez nagyon sok mindentől függ, ez a háztartások végső fogyasztása nevű Eurostatos mutató. Itt benne vannak olyan igénybe vett szolgáltatások is, amelyekért az adónkkal fizetünk, mint például az egészségügyért és az oktatásért. Tehát, és mivel ez az a legszélesebb fogyasztási kategória, az Eurostat előszeretettel használja ezt a mutatót egyfajta jólét érzett mérőszámként. Azért nem ez az egyetlen dolog, amivel le lehet mérni, hogy mennyire gazdag vagy szegény egy ország. Amikor itt volt Anna, akkor ő is kifejtette, hogy azért hiába mondjuk magasabb az egyfőre jutó GDP Romániában, mint ahogy itt is igen pont látszik. Figyelj, szlovákoknál jobb a GDP, mit akarsz? A bolgároknál is. A görögöknél is. Igen, a románoknál mondjuk nem az egyfőre jutó, de ugye múltkor is ezt megnéztük, hogy azért sok más mutató is van, ami érdekes lehet ebbe a helyzetben, de azért ez teljesen biztos, főleg itt ezek a mutatók azok, amik szerintem érdekesek, hogy mennyit fejlődtek az egyes országok az elmúlt 19 évben, és hát úgy tűnik, hogy habár nem mi vagyunk ebben sem a legrosszabbak, nézd meg, ott van Szlovénia, alig fejlődött. Az EU átlag 88%-áról fejlődött föl a 91%-ára, míg mi a 63-ról fölfejlődtünk 76%-ra. Viszonylag jó helyről indultunk, és nem a legjobb helyre sikerült feljutnunk. Ugyanez az arány van a háztartások fogyasztásával kapcsolatban is, vagy hát egy kicsit rosszabb, mert itt pedig ugye ez szerint az adatszint utolsók vagyunk. És hát azt mondják, hogy azt mondta a portfólió, hogy inkább a tendenciákat érdemes figyelni. Sajnos a tendenciákban sem állunk jól. Ez a probléma. Hát nem úgy tűnik, hogy... Hát fejlődünk. Csak sokkal lassabban fejlődünk, mint mindenki más. Igen. Szóval, de fejlődünk. 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 Ez teljesen csak biztos, lassan. Hogy fejlődünk. A gazdasági minisztérium Nagy Márton megmagyarázta, hogy miért lehet ez, és azért, mert hogy a magyaroknak nem kevés pénzük van, hanem csak jól gazdálkodnak a pénzükkel, nem cseszik el a pénzüket. Ki ez a rasszista, gyere? Nem akarsz megjelenni. Rásodik a műsor, hogy rasszista. Szóval a családok bruttó pénzügyi vagyona, hát az nagyon megnőtt, és hát már a GDP 106%-án van. Nyilván ugye mindenki érzi, hogy egyre több pénzt tud félretenni, senki nem él rosszabbul, mindenki ez, egyre jobban él. Ilyenkor, amikor elkezdesz vezetni egy országot, akkor nem röhögsz az olyanokon, akik ilyen mutatókat, ilyen hülyeségekkel próbálják. Szóval az az érzésem, hogyha én vezetnék egy országot, el akarnék menni politikusnak, akkor kiröhögöm ezeket, hogy érted, utolsók vagyunk valahol, és akkor megmagyarázom, hogy hát csak ezt spórolunk, csak spórolunk igazából, ezért lehet ez, és akkor... Nem az infláció. És azon veszed észre magad 10 plusz év után, hogy már ilyeneket mondasz. Komolyan veszi bárki ezeket? Viszont valószínűleg ők is tudják, hogy ez hülyeség, csak valamit mondani kell. Szerintem, aki egy minisztériumot vezet, az pontosan tudja, hogy azért kell olyan dolgokat mondania, amik nem biztos, hogy a valóságot lefedik. Hát, hogy legalábbis vicces képet festenek arról, hogy az átlag ember perspektívájához képest, azt hiszem így fogalmaznám meg. Igen. De nem volt kedvesem ugye a HVG is ez a képpel a Nagy Mártonról. Ugye, tehát ebben a jólétben... Értsd már meg, hogy jól élsz. Értsd meg, hogy kurva jól élsz. De nem csak én, mindannyian jól élünk. Mondjuk, lehet, hogy te igen, de hogy mondjuk, ha lemész egy olyan helyre, ahol magyarázzák meg már, az, nem tudom, egy ilyen zsákfaluban lévő embereknek, hogy nem érted, értem, hogy nincs pénzed, de érted, hogy jól élsz, hát csak megtakarítasz. Legalább nem vagy egy bolgár, aki még rosszabbul él. Igaz, hogy most itt egy mutató, amiben úgy tűnik, hogy jobban él, de rosszabbul él. De majd menjünk is át a következő cikkre, Ádám, ott van az Egyensúly Intézetnek a mérése, amiből az derül ki, hogy jelenleg nagyjából 2,5-3 millió magyar tekinthető szegénynek. Ez egy 1000 fős reprezentatív mintánkészült vizsgálat volt. Igen, amúgy elég sokan jól élnek. Ez kevesebb, mint a fele. Hát az, hogy nem vagy szegény, még nem azt jelenti, hogy jól élsz. De például ilyen dolgok derülnek ki belőle, hogy a magyar társadalom 39%-at, több mint egyharmadának problémát jelentene egy 100 000 forintos hirtelen keletkező kiadás fedezése, de még meg tudná oldani saját erőből. Mindezt amellett, hogy a kétharmada a
háztartásoknak kisebb-nagyobb erőfeszítésekkel képes csak finanszírozni a mindennapi kiadásait. Tehát akkor igen, úgy tűnik, hogy a megtakarításokra tényleg nagy hangsúlyt fektetnek az emberek, hogyha még emellett is 100 000 forintjuk van. Milyen nagy lában élnek? Van 100 000 forint? Hú, bászeg, ezt nem kínálom esíteni. Viszont a megkérdezettek 32%-a nem tudna megbirkózni a 100 000-es kiadással. Tehát egyharmad nem tudna megbirkózni ezzel, egyharmadnak problémát jelentene, de meg tudna, és a maradék egyharmadnak nem jelentene valószínűleg akkor a problémát. Egy 100 000-es kiadásban nem halnátok bele, hanem azt mondjátok, jó, ezt meg tudom oldani kis izzadság nélkül, akkor benne vagytok a szerencsés egyharmadban. Az, igen, keményen. Hogyha probléma nélkül ezt meg tudnátok csinálni. Igen. Ami érdekes, a következő cikkben, ugye ez már egy régebbi cikk, de ebből sok minden kiderül, és ez szerintem jól mutatja a helyzetünket, vidd lejjebb az ábrára. Ez a bruttó keresetek eloszlása Magyarországon 2022-ben. Ugye amellett, hogy november óta 50 000 forinttal nőtt az átlagos megéléshez szükségesnek tartott jövedelmi szint, ez most már, hogyha minden igaz, akkor 250 000 forint. Átlagos megélhetéshez szükséges szint 250 000. Aminek mennyi is a bruttója 250 000-nek? 320. 375 000 forint mondjuk a bruttó. Hát mire odáig eljutunk, ez a 380-as szint, azért elég nagy része a társadalomnak már ez alá esik. És itt is láthatjuk, hogy ahogy emelkedik a bér, egyre kevesebben keresnek ilyen sokat, de ez a megugrás az 1 milliós határ fölött, ez számomra nagyon furcsa. Hogy... Hát mert abban benne van az összes többi. Nyilván, hogyha ez végigmenne, akkor végig egyre kisebb lenne, csak az nagyon sok dolgot kell itt összeadni minden egyébre. De ez 7%-a az országnak. Hát van sok haver, meg vagy hát van sok multinál dolgozó emberek, meg minden, azért nyilván ebben az összes neresít benne van. Mi ez bruttó, az mennyi? Nettó 660 000 forint kb. Magyarország 7%-a van e fölött. Azért az nem olyan sok szerintem. Hát nézd, nem is olyan kevés, hogyha azt nézzük, hogy például közmunkás... Inkább ebből a többiből van túl sok. Mert hogy én nem tudom, hogy lehet mondjuk itt a legtöbb, az 260 000 bruttó. Én nem tudom abból, hogy lehet megélni. Főleg, hogyha még gyereked lenne, meg családod. Hát ugyebár nem kényelmes átlagos megélhetésen, mert hát az nem. 250 000 nettó, ami már egy 100 000 forinttal fölött. És ez a csapdába vagy, főleg, hogyha nincs saját házad, lakásod, akkor főleg a városban vagy, ami nem csak Budapest már, ez ilyen Debrecen, ilyen Sopron, ilyen Pécs vagy Szeged, azért nem olcsó albérlet sehol. Több mint 100 000 rámegy, és akkor mennyi marad? 100 000 minden másra. Ruházkodástól kezdve a kajáig, és akkor még ugye, de hát nincsen szegénység, meg tele van a Balaton, értem, de hogy ez elképesztő stresszes lehet ilyen kevés pénzből élni, úgyhogy hogy jó, hát lehet, hogy örököltél egy lakást, de azért szerintem nem ezzel számol senki. Hát igen, de hogyha megnézzük ezeket az adatokat, akkor alapból ott tartunk, hogy 25% az a garantált bérminimum alatt van. De még így is 25% csak az, aki az átlagbér fölött keres. Ezért becsapós az átlag, ugye? Átlag. Szóval van egy átlag, de az átlag alatt keres az, 3 emberből 4. Igen. És egy, a 4 ember... 4 emberből 3. Na, bocs, igen. Ezért becsapós az átlag, hogy igazából csak az emberek 25%-a van felette. Nem tudom, amúgy elképesztő, hogy milyen pénzekből, milyen stressz forrás lehet az, hogy tényleg még a kaja is, és akkor mi van, hogyha tényleg csomó gyerekhez járó támogatás az nem feltétlenül azok tudják kihasználni, akik amúgy keveset keresnek, hanem így ja, adnak csokot, meg tudom is én, de ahhoz kell önerő, kell minden más. Hát meg a bruttódig tudsz fölmenni, ugye annál följebb semmiképp nem tudsz menni a családtámogatási rendszerekkel, és hogyha hát, a hát ezekre a bérminimumokra vagy bejelent. Mióta ugyanannyi a családi pótlé? Hát ez már jó régóta, ez 2010 előtt. Pedig, hogyha belegondolunk, a 380 000 bruttó fizetés, ez nem egy kimagasló, óriási pénz. És az, hogy a kényelmes megélhet, vagy hát az átlagos megélhetés, hát jó, mondjuk nem azt mondom, hogy az átlagos megélhetéshez kell szabni a minimálbért, de azért legalábbis ahhoz közel kéne lennie. Mert így, hogy most a minimálbér, ez a 200 000 körüli összeg bruttó. Ugyebár. Hát sok sikert kívánunk hozzá mindenkinek, aki ilyen összegekből él meg. És az a gond, hogy
ezt, tehát ez is jól mutatja azt, hogy milyen a helyzet az országban. Nem biztos, hogy feltétlenül nekünk ezek az Eurostatos adatok azok, amik a legcélra vezetőbbek, hogy azt láthatjuk, hogy mondjuk valahol még szarabb, mint nálunk. Egyszerűen látszik, hogy az elosztása a termelt, a megtervelt javaknak, az nem túl korrekt. Nem túl korrekt. Ezen lehetne javítani. Például azzal lehetne javítani, hogyha a közszolgáltatásokra mondjuk, tehát például nem kéne fizetned az egészségügyre, hanem bízhatnál abba, hogy erre neked nem kell plusz kiadásokat fordítanod. Az oktatásra nem muszáj elhordanod a gyereket egy magántanárhoz, hogy... Meg is tanuljon valami. Igen. Az, hogy a minimumot meg tudja csinálni, ami nem az érettségi, hanem az, hogy most már, hogyha akar, akkor egy szakmát vagy egy egyetemet elvégezzen. Az, hogy nem kell azon aggódnod, hogy biztosan ki tudod-e fizetni a számlákat, és akkor ott van a rezsicsökkentés, amit zászlójuk tűztek, és akkor emellett nagyon sok családtól elvettek. Sok minden bóna. Jó, van ez így. Akár 27 milliárdot is elköltetett a választás előtt Rogán Antal minisztériuma. Jó, de lehet, hogy szegényeknek adta, nem? Valószínűleg szegény plakát cégeknek adta. Jó, az is valami, de amúgy most... Szegény YouTube-oknak, Facebook-oknak adta. Jó, de amúgy most, ha jól tudom, most egy kicsit nyaralnak a megafonosok. Igen, eltűntek. Eltűntek. Azért... Az utolsó az Ibolya Csenge volt, aki dekázott. Lehet, hogy ez volt a elköszönésük. Érdekes, hogy pont egyszerre tűntek, és pont... A választások után. Pont a választások után már nincs nagyon mondandójuk, pedig most van a legnagyobb Magyar Péter a balhé az elmúlt hetekben. Igen, erről sajnos nem volt véleményük. Nem, érdekes. Lehet, hogy amúgy nagyon szeretnének videót, csak nem tudnak maguktól azt tudják, hogy kell fölvenni, nincs, aki megírja. Így ott ülnek így a stúdióban, és a kamera előtt. Igen, nézik a súgógépet, és így nincs ott semmi, és így várják, hogy legyen valami mondat, amit felolvashatnak. Apát is reagál már semmire. Igen. Csönd honol a stúdióban. Ilyen szomorú. De úgy van, igen, a megafonosok ott ülnek és várják, hogy most akkor valaki mondja már, hogy mit kell mondani. Akkor ott van mellette a reptér, amit ugye megvettünk. Erről sokat nem beszéltünk. Én vártam, hogy letisztul, hogy akkor mennyi az annyi, amit ráköltött az állam, hogy felvezethessük a eredményjelzőre. De úgy tűnik, hogy hát ezt nem fogjuk tudni nagyon pontosan belőni, úgyhogy maradjunk 800 milliárd forintnál. 1200. Igen, de nem, tehát nem 100%-ban az állam vette meg. Ki az, aki megvette, és majd meg kell még vennünk tőle? Hát pár év múlva, a dubaiak. Van egy kiszámoló cikk, ahol levezetik. Az inflációval számolva nem feltétlenül egy elrugaszkodott áron vásárolja meg a kormányzat a repteret. Nem ezzel van a nagy probléma, hanem inkább az, hogy talán lehet, hogy másra is lehetne költeni ezt a 800 milliárd forintot, akkor most maradjunk ennyinél, amiből hát ugye meg lehetne építeni még egyszer a 4-es metrót majdnem. De azt írja, hogy a világ egyik legkiválóbb repterévé válhasson, ami fontos, mert ugye sokan utaznak itt Magyarországon át. Nyilván amúgy Budapestnek ugye megvan a lehetősége arra, hogy egy ilyen régiós központ legyen. Csak szerintem már nem nagyon van. Szóval igen, megvolt. Már az ahhoz nagyon sok munka kéne, mert megvannak a régiós központok, úgyhogy már egy saját, mondjuk van a Vizer. Jó, azt nem biztos, hogy a Vizer szeretném, hogy a hírünket vigye például. Pedig viszi. Hát azt tudom, hogy viszi. Valahol az is egy sikertörténet, de amúgy valószínűleg nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés hiányzik ahhoz, hogy központi reptér lehessen a Ferihegy. Hogyha lenne megfelelő vasúti kapcsolata a környező országokkal, mondjuk, hogyha valaki Krakkóból át tudna vonatozni 2-3 óra Budapestre, vagy Bécsből úgy eljutni Budapestre másfél óra alatt, hogy még wifi is van, akkor lehet, hogy elutazna ide, hogy innen repüljön. De így, hogy Bécs azért jobban be van kötve, így talán nehezebb. Meg a helyi repülő. Még Budapestben sincs rendesen bekötve. Na igen, ez is egy nagy probléma. A saját városában nem lehet rendesen elmenni. Hát leszállsz itt a repülővel, és vagy el akarsz jönni a Ferihegyre, akkor is most az a 100-e amúgy egy átmeneti megoldásnak szerintem jó volt, de azért mindenki érzi, hogy egy kötött pályás megoldásra lenne szükség. Na mindegy, erre is elment egy kis pénzmag, ez mindegy, ez is még a méltatás lenne. Origo nagyon örül. És hát mellette ugye Zuglóban pedig két beruházást is megvásárol a kormányzat arra, hogy majd oda költöznek be a különböző hivatalok. És hát ez is egy furcsa mutatvány, itt ugye nyilván megint a hatházi 620 milliárd bírt magával, és felderítette, hogy részben a Tibor cégei által
is építetett bosnyáktéri nagy projektben beszáll az, beszállunk mindannyian igazából, ti is, mi is. Hát mindannyian a magunkét hozzátesszük, és igen, két beruházás van, a másik az a Dürer kert helyén épült, azokból is végül is úgy tűnik, hogy irodaházak lesznek. Igen. Azokat is megveszi az állam, megvesszük. Szóval összesen akkor ez a két beruházásból 620 milliárd forint az, amit adófizetői pénzből megvásároljuk, úgy tűnik ezt a két beruházást. Ezzel kapcsolatban majd még, hogyha lesznek változások, akkor természetesen felvezetjük, de most ne eredményező napon, úgyhogy ez mehet föl. Ez a, már előbb mennyit kellett akkor felvezetni? Előbb 800 milliárd. 800, ez 620 milliárd. Az egész sok. Hát ez összességében már egész sok. Ráadásul ugye pont megszorítások vannak, befektetési stop idején nagyon sok fejlesztésre van lőve, de erre úgy tűnik, hogy van pénz, és hát meg is indokolták, hogy azért fontos ez, mert így tudunk csökkenteni a bérleti díjakon, mert nagyon sok állami hivatal bérelt irodaházban van, amiknek nem a legjobb akár az energetikai besorolása mondjuk. Fú, nagyon rossz nekik. És ezekre a költségvetésből úgy tűnik, hogy mintegy 27 milliárd. Bárcsak az emberek évente lakhatásért aggódnának ennyire. Csak hogy, na, szóval ez a 27,5 milliárdot költünk évente ezekre a bérlésekre, és ennek egy részét most majd így meg tudjuk spórolni, ennek a 620 milliárdnak az elköltésével. Zsenik amúgy, gazdasági zsenik, és ez még mi? Ezek pedig már kis színesek a végére. Szösszenetek, igen. Különleges katonai hadműveletre lesz készülő magyar akciófilm. Ez valami vicc. Ez mit szólsz, hogy lesz magyar akciófilm? Mi az, hogy különleges katonai hadművelet? Ne, ez nem az a különleges katonai hadművelet. Itt nyilván hangulatot kelt a HVG. Egy katonai akcióról lesz egy film. 1,7 milliárd forint támogatást szavazott meg a Operation Shaman munka címmel készülő mozifilm gyártására. Fú, oké. Okay. Biztos, hogy nagyon jó lesz. Supermodern stúdió gyártásában készül. Liga Zsombor rendezés. Filmünk a valóságból inspirálódva fiktív, azaz kitalált játékfilmes elemekkel, szívenzi azt, és a cselekmény középpontjában egy magyar orvosnőt helyez a történet során, párhuzamosan fut és összefonódik a magyar katonák önfeláldozó küzdelmének szála, a háborús városból kijutni próbálók elkeseredett menekülésével. A fináléban az apokalipszisbe süllyedő repülőtéren nincs már törvény, nincs rend, a magyar katonák kitartása, hősiessége és embersége dönt életről és halálról. Amúgy én hiányolom, hogy legyen egy jó magyar akciófilm. Úgyhogy, ha lesz ebből egy jó magyar akciófilm, akkor én örülni fogok. Hát, amúgy a képességünk, itt a szakemberek meglennének. Nagyon sok akciófilm forog Magyarországon. Hát, tudom, mondjuk a Die Hard 4 is itt forgott. Atomic Blonde is szerintem itt forgott, ami kifejezetten akcióként, amúgy kifejezetten volt egy fantasztikus jelent, de ugye az rendezte, aki a John Wick-et. Igazából az a baj ezzel, hogy Hollywood is küszködik, hogy valami akciófilm tényleg jó legyen. Félek, hogy a klasszikus hollywoodi iskolát fogjuk követni. Aminek már rég leáldozott, és már külföldön is már hát nem annyira népszerű. De nézd, újra lehetett éleszteni így például a Mad Max-et is. De annak is már az ember azt gondolta, hogy leáldozott a klasszikus Mad Max filmet. Az pont, hogy nem a klasszikus hollywoodi akciót követte, hanem... Már régen sem, de egy klasszikus volt már a Mad Max, és nagyon fura nem, is volt. Nem, a Fury látni. Road az pont abban azért volt nagy szám, mert eltért attól, ami akkor az akciófilmek voltak, hanem sokkal több praktikus effekt volt benne, sokkal őrültebb volt egy ilyen erős vizuális stílusom, mindegy, ezer dolog miatt népszerű volt, csak félek, azért megnéztem a rendezőt, ugye például a Couch Surfing-et ő csinált, az kifejezetten nem szerettem, azt a Couch Surfing-film, az borzalmas, de van, ami rendezett például aranyéletet, szóval ebből bármi lehet, de nem tudom, hogy mennyi tapasztalata van akciófilm rendezéssel. Mm. Most legutóbb, ha Hollywood, pont láttam azt a filmet, hogy Fall Guy, amúgy az szerintem kifejezetten szórakoztató, és az tényleg látszik, hogy egy olyan ember csinált, aki régen kaszkadőr volt, és kb. Ott is minden praktikus volt, és amúgy nyilván Ryan Gosling rohadt szórakoztató tud lenni ilyen vígjátékokban, és nagyon nehéz eltalálni, hogy egy film, hát nem tudom, melyik irányba akarják elvinni. Ez inkább ilyen John Wick irányba lesz, vagy Raid, vagy inkább action. Ilyen akció, hát igen, nem tudom eldönteni. Mondjuk a action nekem tetszett. Jó, hát akkor legalább
te, neked tetszett? Hát figyelj, az is kérdés, hogy ki írja a forgatókönyvét, ugye? Lehet, hogy nem azt a vonalat követném, amit az Arany Buda meg a Hadik mondjuk hozott, lehet, hogy egy új irányt hoznék itt be, de én reménykedem benne, hogy jó lesz. Mindig reménykedünk, aztán általában pofárásunk a végén. Sarkakat a férje, a Puskás filmsorozatra kaphatott 280 milliót a Szerencsejáték ZRT-től, de jutott egy KDNP-s beszállítónak is. Igen, az is érdekes lehet. Amúgy én azt mondom, hogy ez egy jó téma, Puskás filmsorozat, abból akár lehetne jó dolog is, nagyon sajnálom, hogy nem lesz. Hát még nem biztos ez. Egyáltalán biztos. Nem biztos, csak úgy itt sem azt érzem, hogy megint azok kapták valószínűleg, aki nem tudom. Nagyon nehéz elképzelni, hogy tényleg jó lesz, de legyen jó. Szeretném, hogy jó legyen, csak már annyiszor csalódtam ezekből, hogy már. Ja, megint egy haver kapott pénzt arra, hogy filmet csináljon. Mi lenne, hogyha nem ez alapján válogatnánk, hanem megkeresnénk a sok amúgy tehetséges magyar rendezőnket, és akkor nekik adnánk ezeket, és az, hogy most éppen melyik cég kapja, nem az kéne, hogy a lényeg legyen. Rákai Filipnek még mindig áll a felajánlás, 100 millióért egy jó film. Megcsináljuk. El tudunk vinni pár embert rá. Ja, jó, tehát marketinget megcsináljuk ingyen mellé. Megcsináljuk ingyen. Ez semmi gond. Jó lenne. Én örülnék. Majd egyszer megcsináljuk a saját pénzünkből, csak ez lesz a vége. Amúgy mit tegyek 100 millió forint? Hát gyűjtögetünk. És meg, bám, megcsináljuk. Hát egy 30 négyzetméteres lakás ára lassan, ugye? Ez volt mára, megint nem beszéltünk a Harryben lévő műanyagokról. Tologatom magam. Hónapja nem beszéltünk erről, már egyszer átbeszéltük, de most úgy látszik, hogy új dolgok történtek a Harryben, majd megbeszéljük a hét második felében. Hát mindenhol mikroműanyagok vannak. De az évad záró bulinkról meg annyi, hogy azt elfejtettük mondani, de ha előző részben azért nem volt már a link ott, mert az első nap elfogyottak a jegyek. Több mint 1000 jegy elfogyott. Reggeltől lehetett kapni, késő délutánom elfogytak a jegyek. Szóval nagyon kösz a nagy érdeklődést, majd jövőre próbálunk több ilyen eseményt szervezni. Úgyhogy ottali annak. Vagy egy nagyon nagyot. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?